Sziasztok, üdvözlök innen mindenki Csalgóbányáról, és most a Salgó-Tarjáni fogaskerekű vasútnak a nyomvonalát fogom bejárni. Már amennyire sikerül, meg közben elkezdett esni az eső, miközben idefele jöttem, de látjátok, hogy itt van a térképen jelölve, hogy itt van a végcél, viszont ugye azt is látjátok, hogy na, itt ez volt az a nyomvonal, itt ahol ez a földút megy, csak ez itt magánterület, itt nem tudok bemenni. Itt errefele meg tudnám kerülni, de hát mivel esik az eső, most ezt nem csinálom, mert szerintem amúgy sincs sok értelme arrafele elmenni, mert a végállomásból nem sok mindent látnék. De itt elvileg ezen az erdei úton meg lehet kerülni itt a házakat, és akkor el lehet oda menni, itt a térkép legalábbis mutatja, de most nem fogok erre elmenni, és ha esik az eső, inkább megyek majd visszafele, és akkor Salgó-Tarjánig járom be a nyomvonalat. Meg szerintem kétlem, hogy bármit is fogok róla találni, de azért megpróbálom. Tehát igazából majd itt a Medvesi úton kell visszafele menni. És szerintem itt se tudok majd menni. Majd legközelebb itt tudok visszamenni a nyomvonalra. Elnézem, plusz aztán meg itt van egy erdei út, és akkor majd ezen. Hát majd amennyire lehetséges, próbálom követni a nyomvonalat. És akkor itt vagyunk a Zente Ferenc Emlékpark mellett, és ott arrafele ment a fogaskerekű, de így, és ott nem lehet követni, majd itt egy kicsit később egy földúton tudok visszacsatlakozni rá, hát ha sikerül. Na, talán ennyi nyoma van még a fogaskerekűnek. Ez egy sínszál. És egyébként az volt a nyomvonal ott a betonút, ahol elkanyarodik. Nem tudom, meddig lehet követni, megpróbálom arra. És itt volt a nyomvonal, erre fele jött, és mindjárt mutatom, hogy itt a betonútat követve ment tovább. Ez így legalább könnyű lesz követni, ameddig betonút van. Na hát, és a jó világ eddig tartott. Itt már erdei út van, de itt ment az egykori fogaskerekű. Hát ez szerencsére egész jó térkép van. Elveszett sínek Magyarországon, bárki megnézheti. És ez szerencsére offline verzióban is elérhető, úgyhogy ez biztos, hogy jó lesz errefele. Hát, itt kell végig menni, és itt a villany vagy telefon, azt hiszem ez villanyvezeték, tehát itt a póznákat szerintem követve meg lesz. És remélhetően végig ilyen jól járható lesz, és nem futok Zsák utcába. Hát valószínűleg az ilyenek miatt kellett a fogaskerék, bár még ez se tűnik olyan nagyon meredeknek, amin ne lehetne fogas nélkül feljönni, de biztos, hogy lesz még egy-két ilyen. De szerencsére itt lejtmenet van. Csak van, ahol annyira csúsznak ezek a leszólt kövek, hogy egyszerűen nem lehet rendesen gurulni. És hát itt indultunk el lefele. Na ezt nézzétek, ez már egy kicsit durvább lejtő lefele. Na, hát akkor ezt nézzétek. Még mindig a nyomvonalon. A villanyvezeték az már eltűnt, de még jól járható a nyomvonal. Na, ezt nézzétek, meg rajta a nyomvonalon. De úgy látom, meg lehet kerülni. Nem probléma. Ott alul meg lehet kerülni. És haladhatunk tovább. Kezd sötétedni, de azért még nem annyira vészes. Azért jó lenne az erdőből kiérni, mielőtt teljesen besötétedik. De hát már csak pár kilométer van, úgyhogy ez még meg lehet. Ezt nézzétek, hát itt volt a nyomvonal, és itt egy kicsit eltér az úttal. De csak ennyire, hogy itt befordulok, és akkor itt vissza is megyek már a nyomvonalra. És itt van egy útjelző tábla, mindjárt megnézem, hogy pontosan hol is járok. Salgó-Tarján vasút állomás, azt mondja 5,2. De Salgóbánya, ja, buszforduló 1,2, az jó. Ja, ja, még a vasút állomás lehet 5,2. Innen vagy még kb. 1 km az erdei. És bizony itt. Azt hiszem, hogy itt ment a nyomvonal. Ja. Errefele. Na hát ezt nézzétek, haladunk éppen. És erről került ott a kanyar után, ez már a nyomvonal. Na ezt nézzétek. És itt folytatódik a nyomvonal. Arrafele. Hát ez azért nem semmi. Itt már erőteljesen lejtmenet. Na ezt nézzétek, még mindig a nyomvonalon. Most már lefele, csak már egyre kevesebb a fény, már szürkület van. És még kb. 200 méter van az erdőből, de hát az már innen már kijutok.
meg rengeteg kavics van itt, aztán így nem igazán lehet gurulni lefele. De azért igyekszem haladni. De végül is ráérek, mert 18 óra 12-kor megy a következő vonat, az meg még 2 óra. Úgyhogy annyi idő alatt már gyalog is eljutnék a vasútállomásig. És itt vagyunk már a mi útnál, a Salgó, hiszem Salgó útnak hívják, és ott fönt ment a pálya, itt az út mellett magas töltésen, hát azt most nem tudom követni, de itt az úton elmegyek, úgyis arra kell menni a vasút fele is. És akkor itt vagyunk az egykori Salgó tarjáni a célgyár mellett, és itt van bent az egykori fogas végállomása, csak hát ugye nyilván magánterület nem tudunk bemenni. Úgyhogy ez a kis videó az ennyi lett volna. Úgyhogy most már irány a vasútállomás, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Hát igen, most már teljesen besötétedett, úgyhogy most már értelmes lenne tovább menni.